kukacszerencsejáték.hu e-mail címre. Nagyon sok szerencsét! Hajrá! A tapolcai tavasbarlangot 1903-ban kútásás közben fedezték fel. 10 évvel később már a látogatók számára is megnyitották, így ez volt az első turisták által látogatható, villanyvezetékkel ellátott barlang. A város alatt több mint 10 kilométeres szakaszt tártak fel. Mi most a legszerencsésebb történetek nyomába eredünk. Tapolca és az alatta húzódó barlangrendszer a tapolcai medence szívében helyezkedik el. Kellemes tavaszban járunk, ugye fönt most tombol a február, itt pedig a tavaszias 20 Celsius fokos hőmérséklet van, ezt köszönhetjük annak a termálvíznek, ami a barlang alatt fakad, és összekeveredve a 10 fokos karsztvízzel egy ilyen kellemes csónakázó teret, meg maga a páratartalom is nagyon erőteljes, nehezen vesszük a levegőt, de bármilyen légzőszervi betegséggel küzdünk, egy kiváló hely. Hát nem kismértében a szerencse játszott közre a barlang felfedezésében. 1903-at írunk, hideg februári nap, és az egyik itteni lakos, aki úgy gondolta, hogy egy kutat kéne ásni a kertjében, megbízott egy kútásó mestert, akit Németh Ferencnek hívtak. Szépen elkezdték ásni lefelé a kutat, és olyan 15 méter mélységben egy robbantást végeztek. Mit ad Isten, egy üreg tárult föl, bemásztak az üregbe, és kiderült, hogy felfedezték a tapolcai tavasbarlangot. Hajszál pontosan a karsztvíz szintben van a barlang, ez egy nagy szerencse. Ugyanis egy barlang vagy csak búvárokkal lehet megközelíteni, akkor ugye búvárfelszerelés kell, vagy pedig száraz lábbal sétálunk rajta. Úgyhogy itt most tulajdonképpen két világ határán csónakázunk, a szárazföld és a vízi világ határán. Hogyha lefele mennénk, átvennénk a búvárfelszerelésünket, 3 szifón keresztül le tudnánk menni a barlangnak a víz alatti részébe, ami gyakorlatilag a barlangrendszernek a 3/4-ét adja. A barlangrendszer másik két tagját is Fortuna segítségével találták. Egy-egy új kút fedte fel létezésüket. A kórházbarlangot a mai napig terápiás célokra is használják. A Berger Károly barlangot egy szálloda alatt találták meg. Belukadtak ebbe a gyönyörű szép barlangba, ahol kivételes cseppkőformákat lehet látni. Nem szokásos módon csepegőkőből keletkeztek, hanem a tóból